Október 20-án ülésezett Gödöllőváros önkormányzatának képviselőtestülete. A napirendi pontok előtt dr. Bozsó Zoltán rendőrdandártábornok elköszönt a testülettől, mivel Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány október 15-i hatállyal rendelkezési állományba vezényelte. A dandártábornok elmondta, hogy az itt leszolgált 6 év az egyik legkedvesebb munkaköre volt, jó együttműködésben a testülettel és a polgárokkal. Megköszönte a Gödöllőtől kapott járőrkocsikat és a kapitányság részére biztosított egyéb anyagi és erkölcsi támogatást, továbbá biztosította az itt élőket, hogy gödöllői lakosként továbbra is segíti a helybelieket, és Lajmer György rendőr alezredest, az új kapitányság vezetőt. Gémesi György polgármesteri ezüstérem kitüntetéssel köszönte meg Bozsó Zoltán munkáját, kiemelve, hogy eddig ő volt az első kapitány, aki rendszeresen részt vett a testületi üléseken. A főbb napirendi pontokra térve a testület törvényi kötelezettségének elegettéve felülvizsgálta és elfogadta az aktualizált helyi építési szabályzatot, elfogadta Gödöllő 2015 évi környezeti állapotáról készített értékelést, mely jelentős javulást mutat a szennyvíztisztító telep bővítése és felújítása, az elnyert kerékpáros barát település címhez szükséges beruházások, valamint a Lidl Magyarország kereskedelmi BT támogatásából elültetett 1,1 millió facsemete kapcsán. Hozzájárult a képviselőtestület, hogy a VÜSZI eredménytartaléka terhére közös raktárat építsen a Dózsa-György úti telephelyén a cég, a Művészetek Háza és a Városi Múzeum részére. A képviselők módosították a szociális rendeletet a tanulók névre szóló menzakártyája miatt, amivel megrendelésüknek megfelelően vehetik igénybe a kalória étkeztetését. A képviselőtestület elfogadta a 60 rákos vasútvonal városunkban kezdődő korszerűsítése kapcsán a Sipos ügyvédi iroda kisajátítást helyettesítő vételi ajánlatát a magyar állam részére 93,2 millió forint összegben. Egyebek napirendi pontban a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a kormány beruházásban beígért gödöllői úszodával kapcsolatban semmilyen információval nem szolgálnak az állam részéről, így a lakosság kérdéseire nem kap választ. A polgármester azt javasolta, hogy a Városfejlesztési Bizottság hívja meg a körzet országgyűlési képviselőjét, mely ülésen a polgármester nem lesz jelen, elkerülendő a meghívás politikai tartalomra hivatkozó lemondását. Mint ismeretes, a város kénytelen volt leállítani saját uszoda beruházását és a pénzt tartalékba helyezni, mert könnyen előfordulhat, hogyha megkezdeni a beruházást, akkor másnap az állami uszodát is elkezdenék építeni.